Javában zajlanak az almási kastély falai között a restaurátori munkák. Az itt megtartott csütörtöki sajtótájékoztatón részt vett a Magyar Restaurátorkamara elnöke, aki a helyreállítás hitelességének a fontosságát hangsúlyozta. Szentkirályi Miklós kiemelte, a most induló szakmai konzultáció eredményeként a kamara javaslatot tesz majd arra, hogy pontosan hol, milyen munkálatokat kell elvégezni. Egy kastély életében is több periódus van, több átalakítás, több átépítés, ez természetes. Stílusok és stílusirányzatok szerint történnek a helyreállítások. Ma is meg lehet tenni azt, hogy a mai irány szerint újra csinálok mindent, ez egy dolog, de a műemléki védelem megköveteli a másik irányt, tehát a hitelességét egy 19. vagy 18. századi kastély belső megjelenítését. A kamarai elnök hangsúlyozta, a kastély egyes részein nagyfokú restaurálást kell elvégezni, máshol viszont elegendőnek mutatkozik az eredeti anyag konzerválása. Na most itt a konzerválás után történik egy úgynevezett esztétikai rendezése a megmaradt részeknek, retusálása, amennyire csak lehet, és ahol nincs meg, és a szándék az, hogy be kell mutatni mégis valamelyest, rekonstrukciós festést. Na most ennek is van a semleges, tehát a meglévő visszafogott retusálása, az is egy állapot, vagy pedig egy teljes rekonstrukció, hogy visszatérek az első feltételezett állapotra. A hiteles helyreállítás és az élményközpontúság jelentőségéről beszélt Gyula polgármestere. Görgényi Ernő emlékeztetett, már 2011-ben a látogatóközpont kialakításának kezdeti lépéseikor is ezt a célt tűzték ki, az épület fenntarthatóságának a megvalósítása mellett. A kastély helyreállítása kapcsán a legalapvetőbb célkitűzéseink egyike volt a történeti hitelesség, a másik pedig az, hogy élmény alapú legyen a kiállítás, azaz élményeket adjon az ide látogatóknak, és szívesen jöjjenek majd vissza és ajánlják másoknak is, ezzel a háznak a fenntarthatóságát, a megtérülését is tudjuk biztosítani, az a saját bevételeiből el fogja magát tartani a számítások szerint. Ehhez pedig az kell, hogy maga a belső helyreállítás is ne csak szakmailag hiteles legyen, de látványos is. Az önkormányzat a korábban megítélt közel 2 milliárd forint mellé 200 milliós uniós támogatást nyert, ezen túl további 238 millió forintra adtak be pályázatot. A restaurátori munkálatok várhatóan ez év októberében fejeződnek be az almási kastélyban. Azokban a termekben, ahová a berendezéseket és az installációkat tervezik, szeptember közepéig kell elkészülniük a szakembereknek.